Na, sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, ismét egy spontán vlogból. És itt vagyok egyébként Esztergom és Dolog határában valahol. Egészen pontosan a Kistrázsa hegyen, de ide feljöttem. Feljöttem ide. És igazából ezért jöttem föl, mert láttam itt egy kilátót. Van, hát azért mondjuk, nem ilyen meg is tudatom nektek, itt van, csak az a baj, hogy zárva van, nem lehet bemenni. De egyébként a kilátás az innen is jó. Ez itt arról felől jöttem, itt van ebben valahol a vasútállomás, Esztergom kertváros. Arrafele meg már Esztergomot, az előbb a bazilikát ott valahol láttam. Valahol ott van. Majd egy kicsit közelebb megyek, akkor talán meg tudom mutatni. Érdekes egyébként, kilátás nagyon jó, meg majd innen fotózni is jól lehet. Ez meg ott alattam szerintem a 10-es út. Ja, ott van, nézzétek, ott van a bazilika. Hát ide azért elég meredek kaptatón vezetett az út. Olyan meredek volt, hogy nem is tudtam biciklivel feljönni, meg az út is szal volt, ilyen nagyon köves meg minden, úgyhogy nem nagyon lehetett, úgyhogy még tolni kell a biciklit fölfele, viszont lefele már azért tehet, hogy valamilyen tudok majd gudulni. Ez jobb lesz. Arrafele meg már dolog van. Az a kéménye szerintem valamikor a Baumi gyár lehetett, azt hiszem az van arra. Az meg szerintem a Suzuki gyár ott. Érted, csak ott az rengeteg autó áll a parkolón. Ez szerintem ez a Suzuki. Tehát nézzétek a kilátást. Ilyen spontán vlog, és még van itt mellettem egy másik torony, azt mindjárt megmutatom, az viszont egy tévétorony. És hát igazából csak egy átjátszó adó. Mindjárt megmutatom. Szerintek itt van. Egyébként ezt megnéztem, mert van egy ilyen oldal, hogy frekvencia.hu. Ez itt a részintes a reklámhelye, igen, de ott elég sok az ország területén lévő adótoronynak a leírása megvan, hogy pontosan GPS koordinátákkal, meg akár fényképekkel is, hogy hol van, és hogy milyen, mekkora teljesítménnyel és mit ad. Ez például itt GSM átjátszó is, meg egyébként DVB-T, a digitális tévéket közvetíti. Ezek azok az antennák, azok a ilyen, nem is tudom, hogy még ezek a téglalap alakúak, ezek a DVB-T. Azok a hosszúkások, az, ami tetején van, az meg FM rádióadó. Lehet, hogy még az is van most így hirtelen, nem tudom, most majd nem jutom meg újra a telefonba, de lehet, hogy van innen egy FM rádió is, és az is sugároz valamit, de az biztos, hogy az öt DVD, vagy DVB-T multiplexet, vagy a digitális tévét, azt innen ez adja. Ez egy kisebb teljesítményű adótornya szerintem, csak ilyen reli állomás, hogy veszi valamelyik nagyobb adó, akár melyik a budapesti Széchenyi hegy, vagy azt hiszem az van ide a legközelebb, jelét és tovább sugározza. De nézzétek, itt van. Ja. Ja, az még igen, antenna hungáriás. Szerintem itt azért van ide földakva a hegynek a tetejére, hogy itt a völgyben lévő területet innen látja el. Ami egyébként szerintem azért szerintem ez a hegy árnyékolja, azért nem lehet egyik nagy adóval se elérni, és azért tették ezt ide, hogy itt ellássa ezt a területet. Hát, szerintem ebben az épületben van maga az adóberendezés, meg a betát. Nézd, mennyi vezeték. Ezek a dobalakú antennák, meg a GSM. Ezek mobiltelefon átjátszók. Hát egyébként ez egy egyszerű, könnyű szerkezetes épület. Vagyis hát csak egy ilyen torony, hát ugye az országos gerincadók, azok azért ennél komolyabbak. Lásd például, ami Budapesten van a Széchenyi hegyen, vagy a Hármas határhegyen. Ez egy kicsit komolyabb tévétorony, vagy ami mondjuk Pécsen van az én Misina tetőn, vagy Kékes tetőn, amik kilátók is. Hát ide csak ez jutott, mondom, hát ez nem országos gerincadó, csak egy ilyen helyi átjátszó. Hát ez is egy külön érdekesség. Ha már itt vagyok, akkor ezt is megmutatom nektek. Megnézhetjük még ezt az épületet is, hogy hát van itt valami érdekesség. Amúgy is volt már egy ilyen azért vlogom ott a Lakihegyi rádiótoronyról. Hát ez is viszonylag kis teljesítmény, meg eleve a digitális adást az kisebb teljesítmény is elég szórni ahhoz, hogy megfelelő legyen az ellátottság. Meg hát ez eleve nem egy nagy adó, hanem egy kisebb, tehát eleve kisebb teljesítmény van. Viszont sok adás is leadásul. Nem bízták a véletlen, de az adasakkal is őrzik. Dolog Strázsa hegy az ott van, igen, és ennyi. Az pedig simán egy légkondi.
De ha nagyon nem is megyünk közelebb, még biztosan egy dalás fészek ennyi. Ha ennyi dalás mászkál itt a környéken. Úgymond azok itt a helyi biztonsági őrök. Na jó, hát akkor szerintem ez akkor ennyi lett volna. Ez egy kis érdekesség, ha már fölmásztam ide egy tetejére, hát és a kilátóban nem tudtam bevenni, legalább ezt meg tudom nektek mutatni. Hát köszönöm, hogy megnéztétek szintén. Lehet csúnyákat írni, lehet szépeket írni, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni. Sok mindent lehet csinálni, aztán most már lassan és le kell menni, mert dögmeleg van, meg fogytán a velem hozott víz is. Úgyhogy még valahol a lekei semmi, de semmi közepén még utánpótlás se tudok venni. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Csüssz, sziasztok! Thank you.